ahogy mondtam, tehát Soltész Miklós a stúdióban, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Na, múlt pénteken Klaus Johannis arról beszélt, hogy mennyire példaértékűen kezeli Románia kisebbségi jogokat. Ferenc pápa arról beszélt Csíksomlyóban, hogy testvéri együttműködése van szükség a két nép között. Ehhez képest az Uszvölgyi katonatemetőben odaszállított, felhergelt több ezer fős román tömeg rátámadta magyarokra. Ön szerint ez a csőcselék mentalitás milyen üzenetet hordoz a békés együttélés szempontjából? Hát igen, hogyha innen indulunk ki, nagyon nehéz komolyan menni, akár egy romániai államfőnek a üzenetét és gondolkodását, másrészt pedig a Szent Atyának az üzenete is, ha célba ért volna 100%-ig a román hatóságoknál, akkor nem így viselkedtek volna az Uszvölgyében sem a hatóságok, sem később pedig a román állami szervek. Ha belegondolok abban, én személyesen ott voltam a Szent Atya látogatásánál, hogy ott mekkora rendőri készültség volt, hogy ott soha nem látott felszerelésekkel jelent meg a csendőrség, katonaság, rendőrség, mindenki és a titkosszolgálatok. Erdőbe elmentem egy picit, akkor ott is tele volt mindenféle fegyveresekkel, és ők is elképesztő módon, hát mondjuk azt, hogy vigyázták ezt a egyébként csodálatos ünnepet. Ehhez képest pedig néhány ezer embert, akit fölbőszítettek, akik nem odavalók voltak, akik olyat cselekedtek, amelyet sehol a világon nem tettek még meg eddig az utóbbi évtizedekben, vagy mondhatném, hogy majdnem egy évszázadban is. Katonatemetőknek a földulását és megszentségtelenítését, ezt nem tudták megakadályozni. És ez azért is szomorú, mert tényleg, hogyha bárhova megyünk a világba, és ez teljesen mindegy, hogy mondjuk német megszállóknak a sírjai vannak a orosz földön, volt Szovjetunió területén, ugyanígy nálunk is. Mi se örültünk annak idején azért a szovjet jelenlétnek, sem a német megszállásnak. Mégis azok a katonák, akik itt nyugszanak nálunk, azokat tiszteletben tartjuk. Egyébként ugyanúgy, hogyha a román katonai sírokról beszélünk, őket is. Ráadásul van egy 2008-as egyezmény két kormány között, amit kőkeményen be kellene tartani a román kormánynak. Ez nem szeretem, nem szeretem kérdése, tisztelem, nem tisztelem, vagy pedig azt gondolom, hogy most én vagyok ott az úr azon a területen, akkor bármit meg lehet csinálni. Ez egy alapvető nemzetközi jog, amit be kell tartani, és teljesen elfogadhatatlan ilyen szempontból ez a viselkedés. Hát ész arányérzék erkölcs szempontjából is borzasztóan vitatható. Mennyire valós az a veszély, hogy ma az Uszvölgyen, holnap Csíkszereda, holnap után Marosvásárhely a célpont? Én azt gondolom, mindig vannak ilyen föllángolások. Végül is közel 100 éve egy nagyon galád, nagyon rossz döntés következtében, mindannyian tudjuk, trianoni békediktátum következtében Magyarországnak nagy részét elvették. Viszont azt is nagyon jól tudják sokan, utódállamok közül néhányan, hogy oda nekik semmi közük nem volt a történelem, azt megelőző 9 év, 100 éves történelem során. Magyarán ők úgy gondolják, hogy minden egyes dologgal bizonyítani kell a jelenlétüket, a múltjukat. Nem csak a 100 éves, hanem a korábbi, adott esetben több száz éves, de ez nehéz. És én arra azt tudom mondani, hogy ugyan vannak ilyen az ő részükről föllángolások. Vannak olyan időszakok, Ceausescu időszakban, de még a román királyság időszakában is, most is az elmúlt 30 évben, amikor a magyarokat bántották, nekik estek, de mégse tudnak minket onnan elüldözni, és nem fogják tudni átírni a történelmet. És én azt nem értem egyébként meg a román politika egy részében, mert nyilván nem mindenki ilyen, és a román emberek nagy része, hiszem, hogy csak így gondolkozik, hogy miért nem fogják azt föl, hogy az együttélés és a békés együttélés sokkal többet jelent, és sokkal inkább erősíti egy országnak a belső rendszerét, mint hogy állandóan azon agyalni, gondolkodni, hogy hogyan lehet a magyarokkal kiszúrni őket, bosszantani, vagy adott esetben ilyen gyalázatokat elkövetni. Nincs ennek értelme. Ráadásul látva azért a történelemnek a jelenlegi helyzetét, Európa, Közel-Kelet, afrikai bajokból származó gondokat, hogy mennyire össze kellene fogni ennek a térségnek, ahhoz, hogy egyáltalán megmaradjon kereszténységében, mint amit egyébként a Szent Atya szeretett volna oda vinni Romániába, legyen az ortodoxia, legyen az protestantizmus, vagy leginkább katolicizmus. Ha már a katolicizmus vagy a kereszténység védelménél, a következő évi költségvetésben kiemelt forrásokat biztosít a kormánya. Már megkezdett programoknak vannak súlyponti területek is. Mik a legfontosabb tények, adatok, számok?
Én szerintem az a legfontosabb, hogy miért fontos számunkra a kereszténység, és miért támogatjuk az egyházainkat. És az egyértelmű, hogy kereszténység 1000 év alatt megtartott minket. És hogyha megnézzük azt, hogy egy viszonylag kis nemzet, ráadásul nyelvében, kultúrájában teljesen idegen egész Európától, ha úgy vesszük, legalábbis nem úgy vagyunk idegenek, hogy nem ide valunk, de a magunk mentalitásával, nyelvezetében furcsák vagyunk itt, és mégis meg tudtunk maradni. Ennek van egy oka, és szerintem az a kereszténység, ami megtartott minket, még akkor is, hogyha voltak időszakok, amikor teljesen ezt pusztították, legyen az a liberalizmus, legyen az a kommunizmus, legyen mondjuk török vagy bármilyen más időszak. Hát nem csak ezért fontos az a keresztény kultúra megőrzése, persze legelsősorban hit, de az abból fakadó kultúra, oktatás, szociális szolidaritásnak a jelenléte, és ezért van az, hogy egyértelmű magyar kormány minden egyes lehetőséggel a keresztény felekezeteinknek, nem csak a katolikus vagy református egyházaknak, többieknek is ezt az intézmény hálózatát, vagy pedig kulturális örökségének a megújítását támogatja és segíti. Az EP választáson megerősödtek a baloldali és a zöld mozgalmak, ilyen kommunisztikus mozgalmak. Akkor most, ha már itt a megmaradásnál tartunk, milyen kihívások elé állítja ez azt a kormányt, amely 9 év alatt 2800 templomot újított föl, mondjuk szemben Nyugat-Európában? Magyarországon, értem, de hogy a megerősödés az Európára. Európában, Nyugat-Európában, igen. Európának a térvesztés, vagy Európában a kereszténység térvesztését azt látjuk leginkább Nyugat-Európában. Önfeladás történik, hogyha a keresztény egyházak nem ragaszkodnak hitelveikhez, erkölcsi tételekhez, azokhoz a törekvésekhez, ami 2000 év óta mégis a krisztusi tanítást tovább vitték, mindegy, hogy milyen felekezetben, hanem ezeket feloldják csak azért, mert hogy akkor a liberális média nem bántja őket, akkor ez ide vezet. Oda vezet, hogy templomok ezreit csukják be, alakítják át mulatóvá, vagy rosszabb esetben még mecsetté. Nálunk valóban a térségben, Magyarországon is, de például ezt látom Szlovákiában is, ezt látom akár Szerbiában is, Horvátországban, az ellenkező folyamat zajlik le. Templomoknak a felújítása, megújítás, megmentése vagy újjak építése. És ez szerintem egy teljesen természetes folyamat, ez a mi világunk. Még akkor is, ha nem mindenki hívő, ha nem mindenki gyakorló keresztény, akkor is a templomok azok olyan értéket közvetítenek már csak megjelenésükben is egy társadalomban, ami nélkül tulajdonképpen nem tud meglétezni egy társadalom. De hát itthon is voltak viták, ugye pont az EP választás előtt a Pasaréti templomban kihangosították a szentmisét, és ebből hatalmas púrparlé lett a sajtóban. A hittani kongregációt olvasta fel az atya arról, hogy kinek hol a helye, milyen értékrend szerint szavazon az EP választáson. Akkor ezek szerint, vagy önnek mi a véleménye? Hát pártot kimondott? Nem, egy nem mondott ki, azt mondta, gondolom én, mert nem hallottam konkrétan, hogy miről van szó, gondolom arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen értékrendek és milyen értékválságok vannak. Olyan pártok, amelyek vannak. Az abortuszt támogatják, hát, azok nem férnek össze. Igen, hát ez egy érdekes, mert pont mondjuk van egy most egy ilyen magát fiatalosnak mondó, de igazából az SZDSZ-ből átmentett párt, ugye a Momentum, annak a, ha jól tudom, főpolgármester jelöltje, vagy valaki ráadásul szülésznőgyógyász végzettségű, hát az abortuszt úgy írja le, mint a valami csodálatos dolgot, és nem nézi azt annak a kicsi élő szervezetnek a szenvedését, és nem nézi egyébként annak a nőnek a lelki, hozzáteszem fizikai egészségi szenvedését sem. Tehát hogyha valaki erre fölhívja a figyelmet, hogy van ez az álláspont, és van ez az álláspont, és kiki a lelkiismerete szerint nyilván amellé, ami érték, ami az erkölcsökben mindenki benne van, a vérében benne van összességében, arra szavazza, hát akkor ezzel nincs mit kezdeni, tehát ilyenbe belekötnek, ezzel nem tudunk mit csinálni, de hát ezt megszoktuk az elmúlt évtizedek és évszázadok alatt. Kormány ebből a szempontból változtat az álláspontján? Puhul a kormány, vagy csak egyre? Milyen értelem? Mire gondol? Hát például a sajtónyomás tekintetében. Hát most vagy inkább keményedik. De én azt gondolom, hogy minél jobban ütnek minket, és ez igaz, hogyha visszatérünk a erdélyi magyarokra, székelyekre is, annál inkább az összefogás és az összetartás erősödik. Én megköszönöm tulajdonképp sokaknak, nem az erdélyek nevében, mert az egy más dolog, nem tehetem meg, de a mi nevünkben az, hogy annyi támadás ellenére mégis tömegek álltak ki,
annyi támadás ellenére azok, akik mind kormányon, mind pedig szerte a kormányzati politikában vállalják a küzdelmet, és szerintem igen, és jó irányba viszik ezt az országot, és hiszem azt, hogy ennek jövőben is lesz eredménye. Soltész Miklós, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.